A Baras TV most induló új sorozatában olyan különleges embereket szeretnék bemutatni, akik igazából saját maguk szerint nem különlegesek, de szerintünk, a baracsiak szerint igen. Tehát akkor sorozatunk első részében szeretettel köszöntöm Cupon Péter, a néptánc tanárunkat itt Baracson. Péter, engedd meg, hogy üdvözöljelek a Baras TV kamerája előtt. Hány éves vagy? 39 éves vagyok. Család? Van három családom, van két fiam, meg egy leányom, meg egy feleségem. A te legjobban, amiért ismerünk Maradcson, az a néptánc. Hogy lettél te néptáncos? Hát igazából az édesanyámnak a unszolására ő vitt el második osztályos koromba egy néptánc próbára. Nagyon nem volt hozzá kedvem, pláne, hogy szombaton kellett menni reggel 8 órára, teljesen borzasztó időpont volt. Aztán mégiscsak barátokat szerzett az ember, megkedveltem azt a közösséget, csajokkal együtt. Volt motiváció. Hol táncoltál? Én Zalaegerszegen. Zalaegerszegen, tehát nem is a környékről. Nem is ott. Én ott is éltem, ott születtem, ott is éltem, és ott kezdtem el táncolni. Kik voltak a tanáraid? Az első tanárom a Kis Istvánnak hívják, Pista bácsi. Ő mai napig aktív. Két fiával együtt táncoltam, aztán később egészen felnőtt korukig, mind a két fia tanít, ők is. Aztán a második ilyen jelentősebb ember az életemben néptánc, ő a Sepsi István volt. Ő egészen középiskolás elsős koromig ő volt a mentorom, vagy mentorunk, mert hát ez egy csapatsport. És aztán utána kerültünk fel a felnőtt együttesbe 15-16 évesen. Akkor Csiszár József volt az együttes vezető, ő nem sokáig vezette már akkor az együttest, és aztán onnétól kezdve Varga János, aki jelenleg is az Alajtánc Együttesnek a vezetője, talán tőle kaptam a legtöbbet. Mi a képesítésed? Most mi a felnőtt korban mi a képesítésed? Engem néptánc pedagógus. Néptánc pedagógus a képesítésed, és hát akkor ezért megy ennyire jól. Mióta tanítasz? Hát igazából 18 éves korom óta, természetesen a végzettségem nincs meg 18 éves korom óta, de ez valamikor nem is volt előírás. Tehát ezt a talán, hát mutatom azt, hogy körülbelül olyan 2000 körül találta ki a kormány, hogy felsőfokú végzettség nélkül nem lehet néptáncot tanítani. Pontosabban lehet, csak művészeti iskolában nem lehet. Ilyen körül, e körül jöttek létre a művészeti iskolák. Azelőtt lehetett ilyen C kategóriás, B meg C kategóriás néptáncoktatói végzettséggel is néptáncot tanítani. Csak a művészeti iskolában, meg a hivatás együtteseknél előírás ez a végzettség. Hol tanítottál? Milyen iskolákban? Milyen településeken? Hát... Föl lehet-e sorolni a sokból? De hát maradéktalanul biztos nem tudom felsorolni. Egy-két példát mondanék. Hát először is egy sokkal nagyobb iskolába tanítottam Zalaegerszegen, mint a Baracsi. Nem biztos, hogy jobb volt. Egy olyan művészeti iskolát kell elképzelni, aki 500 tanulót, csak néptánc tanszakon 500 tanulót foglalkoztatott a városba, és 500, még 500 tanulót a város környékén. Tehát ez egy 1000 fős művészeti iskola volt, és hát többen voltunk néptáncoktatók, vagy néptánctanárok, akik ott akkor dolgoztunk, és aztán később ez a művészeti iskola felvette a jazzballettet, meg a zenét, meg mindenféle ilyen járólékos művészeti tevékenységet. És akkor Baracson mióta vagy? Hát, 12 éve. 12 éve. És a környező településeken? Hát körülbelül a környező településeken is. Igazából talán nagyon gyorsan megkerestek bennünket Venyimről. Nagy Venyimről. És onnétól kezdve tulajdonképpen mondhatom azt, hogy majdnem csak évről évre nyitottunk egy-egy csoportot, hol Előszálláson, hol Kisapostagon, Daru-Szent Miklóson, most ez így vicc, hogy évről évre, de az elején. Tehát ahogyan így belekezdtünk, úgy, ahogy az igény volt rá, lehetőség is adódott rá. Most mennyi csoportod van akkor? Hát most nem van túl sok. Azt mondja, hogy kettő van Baracson, kettő van Előszálláson, egy van Daruba, egy Venyimen, talán ennyi. És Kisapostag? A Kisapostagi iskola az majdnem megszűnt. Hát tehát igen, ilyen 5-6-7-8 fővel működik. Kisapostagi táncosom van, de most az iskolában nincs olyan létszám. Ez nagyjából mennyi gyereket jelent körülbelül?
Hát az idei évben egy kicsit csappant, talán a tavalyi évtől kezdve egy kicsit csappant talán ez a létszám. Ez átlagosan ilyen 100 főt jelentett a művészetiskolásokat, és akkor ehhez jön hozzá felnőtt együttes egy olyan 30 fő, vagy egy olyan 130-at. Most talán a művészetiskolásoknak kisebb a létszáma. Uh-huh. Föl lehet-e sorolni, tudom, hogy rengeteg léptetek föl, de föl lehet-e sorolni nagyjából, hogy mondjuk a tavalyi évben például hol léptetek föl, hol mutattad meg ezt a tudást, amit átadta a gyerekeknek? Hát én azt gondolom, hogy a környező településeken talán mindenhol. Ezen kívül hívtak el bennünket, hát Nagy Karácsony, az most pont nem a közvetlen közönünkben lévő település, aztán voltunk az Alföldön valahol ezzel a betyárokkal. Ezen kívül részt szoktunk venni Sárbogárdon, a minősítő fesztiválon, Ajkán a Dunántúli minősítő fesztiválon, Alapon a Fejér megyei minősítő fesztiválon. Repülőnapot ki ne felejtsük már. Repülőnap itt volt a környéken, azt csak így. Igen, ezek az itteniek. Tehát a környéken mindenhol. Tehát benne a városban, Bartók Színházban említettek fel, ugye nagy sikerrel rajzolni, ugye emlékszünk. Igen, de kaptál-e valami elismerést, kaptál-e valami díjat ezekért a munkákért? Hát tudom azt, hogy délőtt dolgozol az iskolában délutánonként, itt szabadidődben most is este 7 óra van és mindjárt kezdődik a táncpróba, tehát szabadidődet rengeteg idődet elvisz ez. Ezt honorálták-e valami elméleti díjjal neked a életed kézzel, során? Kézzelfogható díjra gondolsz, érem formájában, igen, vagy elismerés van. Baracson kaptam először életemben ilyet, ez a Baracsért kitüntetés formájában. És egy ilyet kaptam az előszállási aktor is egy előszállásért kitüntetést. Még egy kérdésem van itt a végére, hogy miért tartott fontosnak a néptáncnak az oktatását? Tudom, hogy ez ilyen furcsa kérdés, tehát... Nem olyan furcsa kérdés, ez sokan megkérdik, vagy sokaknak megfordul a fejében. Én szerintem ez egy olyan műfaj, vagy egy olyan tevékenység, ami rengeteg mindenben segíti a gyerekeknek a fejlődését. Például megtanulnak együtt játszani. Megtanulnak együtt élni egy kis helyiségbe. Megismerik a, ha mondhatom, elfeledett kultúrájukat, vagy értékeiket. Mert hiszen mindenki őrzi, vagy mindenki ápolja, mindenki megéli a hagyományait, csak már nem biztos, hogy azokat a hagyományokat, amiket mondjuk a nagyapáink, vagy az ő nagyapáik megéltek. A mi műfajunk az egy ilyen speciális műfaj, mi a múlttal foglalkozunk, ráadásul a parasztembernek a múltjával. A parasztember természetesen jó értelemben értjük. Mindig az a réteg, aki el volt egy kicsit szigetelve, mint mondjuk a falusi ember, ő mindig jobban őrizte a kultúráját, a hagyományt, hiszen magára volt mindig utalva, ezért maradtak fönt a dalok, a táncok, a mesék. Ezeket próbálom nekik átadni. Ezáltal szocializálódnak ők tulajdonképpen. Megtanulnak beilleszkedni a környezetükbe, megtanulja, hogyan kell megszólítani egy lányt, hogyan kell megfogni a kezét, esetleg nem esik kétségbe, ha el kell vinni táncolni. Egy csomó olyan népszokással, hagyománnyal, hiedelemmel ismerkedik meg, amit ma már nem mond el neki senki, ezért vagyunk mi, vagy én itt a környéken, hogy én erről szeretnék nekik mesélni, vagy azt tűztem ki célomul, hogy mindenkinek annyi információt és annyi tudást adok át, amennyit csak befogad, meg amennyit tőlem telik. Akkor még egy kérdésem, az idei évre kapcsolatos, mik az idei tervek? Lesz-e új bemutató? Csináltok-e valami új, nagy volumenű dolgot, mint mondjuk a betyárok, amilyen volt a tavaly 5 évben? Hát ezt nem tudom neked megmondani előre, hogy ilyet csinálunk-e. Régóta terpen van egy mesejáték. Ugye a tavaly évben felújítottuk a Szökött Katonát, a Szigligeti Erde Szökött Katonája alapján készített hasonló táncjátékot. Az idénre is tervezünk, de már máskor is terveztük, nem tudom, hogy összejön-e, igazából van ez a Szegény Johnny mese. Ezt én el tudnám képzelni színpadon. Gyerekeknek van hozzá kedvük, iszony sok energia kell hozzá. Meglátjuk, hogy be tudjuk-e fektetni ezt az energiát. Úgy én vagyunk, mint a táncosok.
Természetesen, ha lesz új bemutatónk, tehát úgy értve, hogy olyan új bemutató, hogy új koreográfiák, újonnan tanult táncanyagok, akkor mindenképpen lesz új bemutató. Az nem biztos, hogy egy ilyen egybefüggő egész estés darabot sikerül összerakni. Oké, köszönöm szépen. Továbbra is jó egészséget és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen.